köszönjük neked, Urunk, megváltunk, Isten fia Jézus Krisztus, hogy meglepetésként, ajándékként jöttél el ide a földre, és ugyanilyen meglepetésként jelensz meg a Szent Szellem által, ma is, egy embernek az életében. És most itt is, ezen a helyen, köszönjük, hogy kitöltetett odafentről, a magasságból, a mennyből, ide a földre, Szent Szellem, és eljött, hogy át tudjuk élni a bensőnkben, a szívünkben, hogy megitat minket élő vízzel az örök teremtő egy igaz Isten, és meg tud elégedni a bensőnk élettel. Betud teljesedni élettel, az élet tölti ki, az élet víze, és csillapítja, eloltja a mi szomjunkat, a mi vágyainkat, kielégíti veled, Urunk, a te személyeddel, a te jelenléteddel, a te közelségeddel, a te érintéseddel, a te szereteteddel irántunk. Köszönjük, hogy ez az a szeretet, amire szomjazik, vágyik minden ember. És köszönjük, hogy részesítettél bennünket ebből, és részesítesz ebből sokakat. Aki szomjazik, azt mondtad, jöjjön oda, te hozzád, és kap ebből a vízből, és ihat, és soha többé nem lesz szomjas másra. Mert ez a víz, ez mindörökké ott marad, benne és elérhető a számára, mindenkor szüntelen veheti, ihatja, és megelégedhet belőle. Köszönjük, hogy ezt vehetjük mi is itt, ma, ezen a helyen. Hálásak vagyunk érte, hálásak vagyunk a megváltásért, hálásak vagyunk a bűneink eltörlésért, megbocsájtásáért, az örök élet ajándékáért, az üdvösségünkért, a boldogságunkért, az örömünkért, a szabadságunkért. Köszönjük neked ezt! Mindet te tőled kaptuk, te szerezted meg nekünk, megváltunk. Jézus Krisztus legyen áldott közöttünk ma is, a te csodálatos, szent neved. Köszönjük ezt neked, mennyei atyák. Jézus Krisztus nevében. Amen. <hül> az Úr mind, mindig jobbat ad, mint amire az ember számít, és mint amire az ember készül. És ugyanígy van ez azzal kapcsolatban is, hogy mi vár ránk valójában, miután kiköltözünk ebből a világból. Egy csodálatos áldás az, hogy nekünk a földi pályafutásunknak a vége, az nem egy szorongást kell, hogy okozzon. Nem depresszióba, reménytelenségbe, csüggedésbe kell, hogy taszítson. Hanem nekünk utána jön az a csodálatos, észszel felfoghatatlan, valóságos élet, aminek soha nem lesz vége, és amely be van teljesedve, hiánytalan, nincs benne hiány, nincs benne szükség, teljes, mindennel teljes és teli van, és az Istennek a jelenlétében zajlik, ő vele közösségben, vele együtt, mint az ő családjának egy tagja, élünk odafent. És mi ezt várjuk, ezt várjuk, erre készülünk, ez vár ránk. Nem szörnyűségek, nem borzalmasságok állnak előttünk, hanem egy csodálatos, Csodálatos élet, csodálatos világ odafent, az Atyánál, Jézus Krisztussal. És már most ennek örülhetünk. Hihetetlen dolog, hogy történhet bármi ebben a világban. Akár a személyes életedben, akár a nagy társadalmi széles valóságban történhetnek bajok, rosszak. Ártalmas dolgok megjelenhetnek, lőhetik nyárád a nyílveszőt akár, és hullhat rád azoknak a zápora, és mégis bennünk, bennünk, öröm, öröm, öröm van, biztonság van, békesség van, boldogság van, és jót várunk mert tudjuk teljes bizonyossággal a sorsunkat, hogy miképpen folytatódik az holnap, holnap után, azután gyalogolunk egyre, beljebb és beljebb, ami szerető Istenünk karjaiba, és megyünk fel hozzá a magasságba. Azért velünk rossz nem történhet. Nekünk a rossz is hasznunkra van, hasznunkra válik. És igazából ma buzdító igéket szeretnék felolvasni azzal a jutalommal kapcsolatban, ami már megvan nekünk adva, de akkor fog beteljesedni. Amikor felmegyünk a magasságban, de már most létezik, már most valóság, igazi jutalom. Az Úr, az Isten maga jutalmaz meg bennünket, jutalmat ad át nekünk. Díjazni fog minket. Elismerésben fogunk részesülni általa, és fel fog emelni. Fel fog emelni és magasztalni bennünket. Dicsérni fog, és meg fogunk dicsőülni őtőle. Hő, hát nézzünk meg először egy igét. Kettő Timóteus levél negyedik részéből. Pálapostól ezt a levelet Timóteusnak a börtönből írta azt írja a nyolcas versben, 2 Timóteus 4.8, azt írja, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr a ma napon, az igaz bíró, és nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Amen. Tehát először is miről beszél itt Pál apostol a börtönből. Várja a kivégzését. Tudja, hogy ki fogják végezni. Tudja, hogy élete utolsó percei pillanatai vannak hátra, nem akármilyen halálban lesz része, hiszen kínhalált fog szenvedni. Ugye oroszlánok elé dobták abban az időben a hívőket, az arénában hatalmas tömegek szeme láttára és perverz élvezetére, és egyéb más válfai voltak a kínhalálnak, amelyeket a keresztények a hitükért szenvedtek abban az időben, spára is egy ilyen halál várt. És ott van a börtönben, és nem a rettegést tölti el, nem a félelem, nem izgul, nem stresszel hanem figyeled, arról beszél, hogy el van téve nekem egy korona. Meg leszek koronázva, mint egy király. Koronát fognak a fejemre tenni. Az eredetiben is ez a szó gőzelmi koszorút jelent, amit azok szoktak kapni, akik mondjuk egy olimpiai versenyen első helyezést érnek el, és olimpiai bajnokok lesznek, vagy bármilyen más sportágban, aki megnyeri a díjat, és dobogós első helyezést szerez, és a fejére koszorút tesznek, vagy a mai időkben ugye a nyakába például aranyérmet szoktak akasztani. Erről a koronáról beszél itt Pál apostól, hogy most fog az megtörténni, hogy beteljesedik, hogy megnyertem a meccset, megnyertem a mérkőzést, győztem. Ez áll most előttem, és koszorú lesz a fejemen, korona lesz a fejemen. És ezt a börtönből a halála előtt írja. Így készült a kiköltözésére ebből a világból. Ugyanez a szó fedi le, ez a korona, ez a koszorú azt is, amikor a római hadvezér egy győztes hadjárat után beszokott vonulni Rómába, és viszi magával, a megszerzett zsákmányt, és vonul utána a győztes hadserege, és kiszokott vonulni ugye egész Róma népe, és örömújongással üdvözlik a győztest. Neked, és nekem. Ez a jövőnk. Amikor itt a világban azt fogják látni, hogy szegény, ha puf, há, ennek annyi, hát ez kész, ezt kap, ennek nincs tovább sajnos, akkor a valóságban te abban részesülsz, mint amikor egy római császár bevonult Rómába. Te be fogsz vonulni Jeruzsá, Jeruzsálembe, a mennyei Jeruzsálembe, odafel a Magasságba. Most nem, mert nem mesét mesélek, az, hanem az igazságot mondom. Be fogsz vonulni oda, tömegek várnak, angyalok seregei várják, hogy odaérjél, élükön az Úrral, a te megváltoddal és a te mennyei atyáddal, aki eltervezte, hogy megszülessél, megteremtett téged, aki látta előre, hogy ez lesz majd a sorsod, és oda fogsz majd kikötni hozzá, akármin is mentél keresztül ebben az életben, és befogunk vonulni a magasságba, a mennybe, és üdvrivalgás fog fogadni, érted, téged, akit itt lenéztek, számba nem vettek, szutyok voltál, senki, az úgy fogsz bevonulni, mint egy hadvezér, aki győzött, és az Úr örülni fog, tapsolni fog te neked. És ő fog odaállítani a dobogóra, hogy na ő az, ő az, akit én dicsérek, dicsőítek, felemelek, ő az, akire én felnézek. Ez a te megváltód. Így viszonyul te hozzád. 2 Korintus 1.9 azt mondja. Pál írja szintén, sőt, magunk, halára szántuk magunkat, hogy ne bizakodjunk mi magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat. Amen. Tehát egy érdekes dolog ez, hogy a számodra, hogy át tud venni azt, hogy micsoda dicsőség vár téged ott, és ezt meg tud ragadni, az úgy tűnik több igéből is, hogy nagyban hozzá tud járulni az, hogy belekerülsz egy olyan helyzetbe, amikor azzal is számolnod kell, hogy meg fogok halni. És amikor átélsz egy ilyet, most teljesen mindegy, hogy mi miatt. Olyan helyzetbe kerültél, baleset, betegség, valaki megfenyegetett, teljesen egy részletkérdés, hogy mi miatt, vagy teszem hozzá, Igazából sokszor nem kell, hogy óriási nagy baj érje az embert, meg tud ez történni egészen apró dolgok esetén is, hogy az ember apró dolgok miatt is szembesül azzal, hogy egy véges lény. Igazából semmi nincs a kezében, semminek nincs, semmi nincs az uralma alatt ki van szolgáltatva, és bármikor túlkép megtörténhet vele az, hogy kimegy ebből a világból. És lehet, hogy csak egy apró dolog érte, semmi nagyságrendje nincs a dolognak, de ez miatt ott van, beköltözik a gondolatába az a valóság, hogy egyszer innen ki fog menni. És akkor ugye ott van az ember lelki világában egy kihívás. Hogy és na erre hogy reagálsz? Na mi van benned? Kétségbe estél? El vagy szörnyülködve, borzadva? Összeoboltál? most jaj, veszékelsz, hogy jaj, nem akarsz, meg jaj, mi lesz, meg jaj, miért, meg jaj, nem lehetne. Ez van benned? Vagy pedig ez mind ilyenkor le tudod vetkőzni. Ki tudod vetni magadból. El tudod dobni, mert beköltözik a helyére föntről az atyától annak a koszorúnak a képe, annak a koronának, annak a bevonulásnak, ahogy majd te bemész, annak a képe beköltözik a szívedbe, és arra jutsz, hogy bármi is történik itt velem, de odafent már megvan a jutalmam, megvan a dicsőségem, megvan az elismertségem, nem akárkitől, nem mulandó emberektől, akiktől csak mulandó dicsőséget lehet nyerni, aminek semmi haszna nincsen, hanem az örökkévaló Istentől van meg, ami múlhatatlan, és romolhatatlan, és nem lesz véges soha és ebből fogok részesedni, és én már most itt át tudom élni ezt olyan valóságosan, hogy ez miatt, ha szembe kell néznem a halállal, akkor is biztonságban érzem magam, bátor maradok, nem esek kétségbe, nem depressziós leszek, hanem öröm be, békesség törtbe, és boldogság van bennem. Na ez a jelentőség annak, hogy halára szálljuk magunkat. És ugyanezt élte át Pál, mivel már előtte halára szánta magát, ezért mikor jött az, hogy na most fognak az oroszlánok elé vetni, akkor már ő benne nem a halál miatti félelem és depresszió élt, hanem azt ő már elrendezte magában, ő már egyszer odaszánta magát arra, hogy ki fogok menni ebből a világból, és ezért megmaradt benne az élő hit és élő reménység abba, hogy nem lesz Vége azzal, hogy ő neki itt lezárul a pályafutása, mert azzal el is indul egy másik, ami sokkal jobb, és ami beteljesedik az életében odafent a magasságban. És igazából ugyanezt megerősíti, ugyan ő a Philippi beliekhez írt levélből első rész, 20-as vers, azt mondja, Amaz én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is, nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által. Amen. Tehát itt is ugye, ö, kétségek voltak a felől hogy életben maradnak-e abban a helyzetben, amivel kapcsolatban itt ír, és itt is azt írja, hogy mi volt benne? Bátorság. Bátorság maradt benne, és az volt benne, hogy ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy most életben maradok itt a Földön, vagy meghalok itt a Földön. Mert így is, úgy is ugyanaz az örökké való dicsőség az, ami bennem él, és ami engem motivál, engem indít, engem megelégít, engem megnyugtat, nekem biztonságot ad, ilyen értelemben akár itt élek, akár nem itt élek, hanem kiköltözök, ugyanaz a koszorú, a korona, amivel ünnepel engem az én uram, amivel kitüntet, díjaz engem, ami már megvan ott a magasságban, hogy én át fogom venni, majd azt látom magam előtt. Na nézzük meg a Máté evangéliumból, a 16. részből. A 26-os vers így kezdődik. Mert mit használ az embernek, az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall. Csak eddig. Amen. Tehát létezik olyan, hogy az ember az ő lelkében kárt tud vallani. Ugye van olyan, hogy az ember a testében tud kárt vallani, el tudja veszíteni tagjait, testrészeit az ember, és Fogyatékossá tud válni testi mi voltában az ember, és így nyomorékká tud válni az ember testileg, fizikailag. De ugyanezt tud vele megtörténni lelkében is. El tudja veszíteni a lelkének bizonyos területeit, el tudja veszíteni a lelkének bizonyos érzelmeit, el tudja veszíteni a lelkének bizonyos működési területeit, bizonyos funkcióit. Például, ha nem engedik meg neked az emberek, hogy szeresd őket, pedig benned ott van az igény, hogy kifejezdést átad a szeretetedet. Akkor egy idő után, ugye, eltapossák csizmával, sárba tiporják benned a szeretetet. És ha sok ilyen értéket hosszú időn keresztül, akkor meg tud akár az is történni egy emberben, hogy képtelenné válik arra, hogy szeressen másokat. Mert olyan mértékben elnyomták, elfojtották ezt benne, hogy elveszítette a lelkének ezt a részét. Lelki test részét. Fogyatékossá vált, kárt vallott. De ugyanez a másik irányba is igaz, hogy akiktől kapnod kellett volna a szeretetet, nem kaptad meg, és az ember alkalmatlanná tud válni, lelkileg, érzelmileg, hogy hiába szeretik őt, egyszerűen nem tud behatolni a lelkében. Nem tudja azt átvenni, nem tudja befogadni, nem tudja érezni, mert meg elhalt benne az a rész. Tehát, és akkor ugyanez meg tud történni az emberrel a hit területén is, hogy ha hitedet sokat Káromolták, átkozták, hogy az nem igaz, te csaló vagy, te hazug vagy, és egyházellenes vagy, és társadalomellenes vagy, és emberellenes vagy, és ostoba vagy, és hazug vagy, és ki tudja még hányfélét lehet sorolni. És ha ezeknek a nyíl záporait zúdították rá a te hitedre, akkor a te hited óriási nagy kihívásban van, hogy képes marad-e arra, hogy továbbra is megmaradjon ugyanabban a hitben, hogy már pedig az én hitem Jézus Krisztusban igaz hit, én Istentől kaptam, Istentől jött létre bennem ez a hit, nem én találtam ki, és Istenre hallgatok, amikor én hitben járok, és ezért nem, árt, nem akarok ártani senkinek, nem igaz, hogy szeretetlen vagyok, nem igaz, hogy társadalom ellenes vagyok, nem igaz, hogy egyházelenes vagyok. Ki tud-e tartani az emberben ez a hit, úgy, hogy az továbbra is az igazság talaján áll, nem az önbecsapás, nem a hamisság talaján áll. Tehát a hitet is érhet ilyen nyélzápor, éri is folyamatosan a földi pályafutásunk során. És akkor lelkében kár tud vallani az ember. Nagyon sok olyan ember él ezen a világon, akik ahogy kisgyermekkoruktól felnőttek, rendkívül sok elutasításban, traumában részesültek a környezetük részéről. Lelkükben kárt vallottak. Döbbenetes tény ma, ha megnézzük a világban, hogy a legtöbb hollywoodi sztár meg világhírű zenész nek a múltja az ilyen. Olyan sérelmeket szenvedtek el kisgyermekkorukban, Amihez nem kaptak segítséget soha az életük során, hogy hogy dolgozzák fel, és keresik a kompenzációt, és ezért törekszek arra, hogy nagyon jól csináljam, és nagyon sokan lássák, és nagyon sokaknak az elismerését megkapjam, és akkor így legyen belőle egy nagyon híres ember, és akkor így nagyon sokaktól megkapom majd a pótlását annak, amit nem kaptam meg soha, amikor meg kellett volna kapnom, azoktól, akik meg kellett volna, hogy adják. Na erre írja ezt az igye, hogy aki ezt az utat követi, és a világtól akar elismerést szerezni, pedig a lelkében ott van a kárnak az elszenvedése, ez nem jó út, ezt írja ezt az ige. Ez nem vezet jóra. Ebben az embernek a lelke az még inkább károsulni fog, és nem jut el az üdvösségre, nem jut el az örök életre, nem jut el a megváltásra, nem jut el a, nem jut el a kegyelemnek a befogadására nem jött el az Istentől való dicséret koszorújának, koronájának a megragadására. Hittel, hogy azt neki Isten megadta. És itt van egy másik ige, ami rávilágít arra, hogy mi a megoldás, mi a válasz egy lelkében kárt szenvedett ember számára, hogy miképpen fog az ő lelke igazából helyreállni, meggyógyulni, a sebei bekötözve lenni az Istentől. Róma beliekhez itt levél 3, és a 23-as vers mondja azt, hogy mert minnyájan védkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Amen tehát szűkölködnek az emberek a mindenki az örökölt és az elkövetett bűneik és védkeik miatt, vagyis kárt szenvedtek, szűkölködnek, kárt vallottak a lelkükben, megsérült a lelküknek több része, és elhalt, és működésképtelen, és nem tud funkcionálni. És mi a válasz erre? Az Isten dicsősége, tehát nem a világban kell karriert keresni és csinálni, nem az egyházban kell karriert keresni és csinálni, ez is ugyanúgy igaz, hanem az Isten dicsősége, ha meg tudom ragadni, azt tudja meggyógyítani az érzelmeimet, és ismét képes és alkalmassá válok az örömre, a szeretet adására, a szeretet elfogadására, az igaz, Helyen, helyes, helyes, helyén való hitre, és ebben a hitben való megmaradásra, és arra, hogy abból senki ki ne tudjon engem beszélni. Tehát az Isten dicsősége kell hozzá. Mindig, sokszor arra gondolunk, amikor ezt halljuk, hogy az Isten dicsősége, hogy az Istennek milyen nagy a dicsősége ő neki hogy milyen magasan van, milyen nagy, milyen erős, milyen hatalmas, minden tudó, mindent megtehet, és milyen szent, és milyen tökéletes, és milyen hibátlan, és milyen jó, és felsorolhatatlan, hogy mennyi mindenben ő teljes. De én most itt arról beszélek, hogy az Isten, mikor téged, téged, engem eltervezett, hogy megteremt, akkor azzal a szándékkal tette ezt, hogy azt a nagyon nagy dicsőséget, azt odaadja neked, neked, nekem, meg a többinek. Erről van szó. A te Istened akar ott állni a dobogónál, amikor te föllépsz rá, és a nyakadba akarja azt akasztani, mint érmet, a te számodra az ő dicsőségét. Az ő érmét akarja átadni, te neked, hogy az a tied. Az ő fején levő koronát oda akarja tenni a te fejedre, hogy az a tied. Az ő fején levő koszorút oda akarja tenni a fejedre, hogy az a tied. Azt a tapsvihart, amit neki adnak, azt a tapsvihart azt mondja, hogy őt tapsolják. Teneked, neked. Te neked tapsoljanak, te neked örüljen. örüljenek, te neked szurkoljanak, téged éjjenezzenek ha egyszer megadja az Isten, hogy ezt fel tudjuk egy kicsit jobban fogni, Igen. az, 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 az mérföldkő az ember hit életében. Mérföldkő. De az Isten ennyire jó. Ennyire jó. Nem csak úgy mondogathatjuk, hogy hát persze milyen jó az Isten, mert hát bennünket is itt eltűr, elhordoz minden. Ennél az Isten messze sokkal jobb. Messze sokkal jobb, hogy csak eltűr meg elhordoz, hanem hát csak gondolj bele neked, ha van gyereked, fiad, te is ugyanígy vagy vele, hogy igen, ő még csak három fekvő támaszt csinált, te meg tudsz, nem tudom, ötszázat, de mégis úgy akarod, hogy ő azt érezze, mint hogy ő ezret csinált volna, és, és, te olyan jutalmat adsz neki, mint aki ezret tud csinálni. Mert annyira szereted, és annyira büszke vagy rá, hogy amit ő most megcsált, az, az annyira jó, hogy mindennél jobb. <laughs> hát ilyen csodálatra méltó apukánk van nekünk. Na, hát ezt az ige le is írja, Efézus belélkezért levél első rész. Azt mondja a 18-as vers. Hát világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Amen. Tehát figyeled, azt mondja, hogy van nekünk őtőle egy örökségünk. És annak az örökségnek azt mondja, van egy dicsősége, van egy koronája, van jutalma, van egy koszorúja, van egy aranyérme, és annak azt mondja, óriási bősége van. Óriási bősége van annak. Úgy képzeld el, hogy most úgy akarod elképzelni azt, hogy az Isten tégedet megdicsőít, és ez a te örökséged, akkor, akkor az Istent úgy képzeljük el, hogy övé a minden dicsőség, hogy az annyira magasan van, hogy fú, hát ezt be se tudod fogni a te, a, a, a te látásoddal, mert az az annyira magas. Akkor így képzeld el, hogy te is állsz egy, valaki, valakik állnak egy épület előtt, ami olyan magas, hogy nem lehet szinte lefőllátni a tetején, és te vagy a tetején. És te vagy ott a tetején annyira gazdag, annyira bőséges az Isten től neked adott dicsőség, amit örökségként kaptál Jézus Krisztus halála miatt. Megörökölted. Ez a te örökséged. Ez annyira nagy, annyira bőséges, hogy te egy olyan magas helyen vagy, amire emberi szem fel se lát. Ennyire nagy, bőséges az Istennek a dicsősége. De mit ír az ige? Azt mondja, hogy meg kell, hogy világosítsa az Isten ami értelmünknek a szemeit. Az eredeti alapján a felfogó képességünknek vannak szemei. És ez el tud homályosodni. Csippás lesz, meg minden ébredezik az ember, reggel, homályosan lát, meg kell dörzsölni a felfogó képességünknek a szemeit, mert ez ilyen behomályosul, elködösödik, és nem látod jól, hogy most mi van, mi, mit akar. Ilyen koszorú, mi? Jaj, nem. Mi? De azt sem tudom, mi az, hogy koszorú. De, és akkor, és akkor bele tudunk esni abba a hibába, hogy ami megvan nekünk, az homályos, és nem látjuk. Tehát itt kéri az Istent, a levél írója, hogy világosítsa meg a mi felfogásunknak az észlelő képességünknek, az érzékelő képességünknek a szemeit dör, legyenek már megdörzsölve. És miért? Azt írja azért, hogy tudhassuk már végre ezt, amiről beszélek, hogy van örökségünk, és annak van egy dicsősége, és az nagyon gazdag, és nagyon bőséges. Azt mondja, hogy ezt tudjuk már, tudhassuk, ezért kell megdörzsölni a szemeinket. És ez, hogy tudhassuk, ez pedig azt jelenti az eredetiben, hogy tudatára ébredünk végre, tisztába kerülünk vele, megtudjuk, észre tudjuk venni, látjuk, nézzük, szemléljük, találkozunk vele, képesekké válunk rá, értünk hozzá. Tehát nem automatizmus ez, hogyha egyszer mi megtértünk és újjászülettünk, és járunk az úrban, hogy akkor ez bár, hát ez mindig megvan. Nem. <laughs> Nagyon fontos, hogy át tudja hatni a tudatunkat, és tudatossá váljon az életünkben az, hogy micsoda dicsőség az, ami körülöttünk van, bennünk van, rajtunk van, az életünkön van. Ha ez megvan az életedben, hogy tudatossá válik, érted, észleled, tudatára ébredtél, akkor van az, hogy ez a dicsőség hozza létre, hogy rajtad keresztül csodákat tesz, és tudsz természet fölötti dolgoknak a megcselekvésében élni és járni. Ha nincs meg ez a koszorú, ez a korona világos képe, látása, az, hogy neked ez megvan az atyától örökséged Jézus Krisztusban, akkor nem érdemes elkezdeni természet fölötti dolgoknak nekivágni, mert kudarc lesz belőle. De ha ez megvan, akkor ez megadja, hogy létrejöjjön az életedben a csoda, és mások életében is hozzá tudsz járulni, ahhoz, hogy csoda történjen az életükben, meggyógyuljanak, megtérjenek, Isten ismeretre jussanak, üdvözüljenek. Ö, saját életemben szerintem körülbelül olyan tavaly, nyár vége óta, ősz óta, beiktattam az életembe egy, egy, egy addig csak sokkal kisebb mértékben működő dolgot. Egyetlen egy célból, hogy a tudatom, a tudatom tudatos legyen bennem mindaz, amit kaptam Istentől, az, hogy honnan jöttem, hova megyek, egészében meg tudjam ragadni, előttem legyen, és ennek a világos látásában teljenek a mindennapjaim. Én arra, arra, arra jöttem rá, azzal szembesültem, azt ismertem fel. <kül> hogy ugye mivel dolgozó ember vagyok, de aki nem, annak is vannak az életében feladatok, teendők, akár emberekkel kapcsolatban, akik ő tartoznak, vele együtt élnek, akár a ház körül, akár társadalmi, akár ki tudja, még hányféle. Hát mindenkinek van az életében. Egy csomó teendője dolga, felelőssége, stb. És azzal szembesültem, amit addig is tudtam, csak talán több eszköz kell a mai világban ahhoz, hogy ez meg tudjon maradni, mint korábban, hogy az meg tudjon maradni, hogy te benne maradsz abban, hogy a tudatod, a gondolataid, az érzelmeid továbbra se a világ által befolyásolt mókus kerékben és fogas kerekök között pörögjenek, örlődjenek és ne tudj abból kiszabadulni, én elkezdtem beiktatni az életemben, hogy hétköznapokon is, munka után nem azt csinálom, ami leginkább adja magát. <laughs> Tehát nem az otthon ö, falai között ö, teszek valamit, és otthon ugye, több olyan eszköz is rendelkezésre áll, amit megnyomhatsz gombokat, nézhetsz internetet, mondjuk én már ugye nem nézek tévét, meg a ilyen típusú dolgokról, meg facebookozásról, ezt tudjátok, ugye Ugye ezt abba hagyta, meg abba hagytuk, van akik már sokkal régen abba az egyik részét, mint én, szóval ez, ez, ezek ugye már nincsenek, de, de akkor is, tehát kimozdulok otthonról, ez a lényeg. És elmegyek mindegy, hogy hova tulajdonképpen, van, hogy nagyon közel megyek, a lakóhelyemhez. Tehát annyi, hogy ami belefér, ennyi fér bele, akkor ennyi fér bele, hogy a lakóhelyemhez közel elmegyek valahova. Ha belefér több, akkor kicsit odébb megyek. Ha belefér nagyon sok, akkor nagyon odébb megyek, akkor rendesen odébb megyek. És csak egyetlen egy célom van, egyedül vagyok, egyedül legyek. Az nem baj, ha körülöttem vannak emberek, nekem ne legyen velük dolgom. Ez, <laughs> ez, a szó, ez, a lényeg. Egyedül legyek, és legyen egy teljesen más környezet, mint ami azt segítené, hogy megint visszatérjenek a gondolatomba a mindennapoknak a, a, az eseménye és a dolgai. És ezt most már én tavaly, nem tudom, kb. ilyen nyárvége ősz óta kitartóan csinálom, mert arra jöttem rá, hogy óriás jelentősége van. Tehát teljesen másként élem meg minden napomnak a minden napját, és igen is ki segít zökkenni a mókuskerékből, a fogaskerekek közül, ahova be akarja szippantani az agyamat, a tetteimet, a tevékenységeimet, ez a világ. Hát ugye eleve munkában is akár lehetne éjjel-nappal dolgozni, tehát ilyen világban élünk, tehát már eleve ott meg kell parancsolni magadnak, hogy mi az, ahol azt mondod, hogy nem, érted? Nem csinálom tovább, tehát eddig volt, és nekem nem az a sorsom, és az elhívásom, hogy csak ebből álljon az életem, hanem. És akkor jön a más, és ebben a másba élem én most meg azt, hogy nagyon sokat tud segíteni, ha maga a környezeted is egy olyan környezetre tudod váltani, amiben nincs lehetőséged, hogy a mindennapi rossz szokások esetleg elérjenek, és a gondolataid szájra tudnak kelni teljesen máshova, mint amiről szólnak a mindennapjaid. Na minden esetre ez csak egy személyes példa igazából, mert ugye az előbb azt olvastuk fel, hogy aki meg akarja nyerni ezt a világot, az a lelkében kárt fog vallani. Bocsánat, és, és ez a meg akarja nyerni a világot, ez tulajdonképpen semmivel nem több, mint az, hogy az ember benne marad a mókuskerekekben. Benne marad a fogaskerekek között, ami lehet a munkafogaskereke, lehet az, az ismerősök, hozzátartozók, barátok, széles skálája fogaskereke lehetnek társadalmi tevékenységek, szervezetek, de lehet a tévé, lehet a hírek, lehet az internet, lehet az online, lehet a politika, lehet bármi más. Tehát ami téged ahhoz tud segíteni, hogy te ebből kizökenj, és ne csak, nem tudom, fél évente egyszer zökkenj ki, mert az ma már úgy tűnik, hogy nagyon kevés. Tehát olyan sűrűvé vált a nyomás a világból, ami az embert kísértésként éri, hogy ennél már jóval gyakrabban szükség van arra, vagy mondhatni folyamatosan szükség van arra, hogy ki tudjon zökkenni az ember ebből. Ha tehetném egyébként minden nap elmenni. Minden nap még nem tudok, de igyekszem, és rajta vagyok, hogy ha lehet, akkor minél többször. És akkor ebbe egyébként már simán belefér az, hogy ugye nekem az utóbbi időben ez most már nagyon közismert, nem az online világ fele orientálódom, itt a Biblia körben sem. Tehát a Biblia körben az így zajló tevékenységünknek a hangsúlya, a hangsúlya is eltolódott, lekerült a fókuszból az, hogy mi interneten akarunk elérni sok embert, nem akarunk interneten elérni sok embert, most még egyelőre közzétesszük az elhangzott prédikációkat. Lehet, hogy egy idő után már azt sem fogjuk, nem tudom még. A lényeg az az, hogy oda minél kisebb energiát és időt teszek most már én bele, és sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy személyesen ki emberrel tudok úgy kontaktálni, és ez lehet teljesen ismeretlen, teljesen vadidegen, egy teljesen más helyen, mint ahol én a mindennapjaimat élem akinél azt látom, hogy neki három szóval többet segítettem az életébe, mint esetleg az online világban 23 prédikációval másoknak. Tehát inkább választom azt, hogy egy embernek egyértelműen, százszázalékosan, biztosan, akár egyetlen egy szóval, de lehet, hogy még szólnom se kellett, csak valamilyen tettemmel. Hozzájárultam ahhoz, hogy ő benne látványos változás Történt az életében, ezt én sokkal előrébb sorolom most prioritásokban az életemben, mint az, hogy ö, időt, energiát fordítsak még többet arra, hogy online térben ö, akár a prédikációk eljussanak minél több emberhez, ö, és az online világban erősítsük a jelenlétünket. Szóval, Rómabeliekhez írt, ez egy kis kitérés volt csak, Rómabeliekhez írt levél 8. rész. 17-es vers azt mondja: Ha pedig mi gyermekek örökösök is vagyunk, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk, meg Ámen. Tehát látod? Itt is megerősíti, hogy örökösök vagyunk, Istennek vagyunk az örökösei. Tehát mindaz, ami az isteni, azt fogjuk örökölni. Az Istennek a dicsőségét is örököljük. Krisztusnak ebben Örökös társai vagyunk. Amiképpen Krisztus, miután kiment ebből a világból és fölment a mennybe, az atya megkoronázta Jézust. A fehér oda tette a koszorút, és mindenek fölé emelte. Ugyan ebben az elismerésben, dicséretben, részesülünk mi is, mert társai vagyunk, örökös társai a Krisztusnak, ha ugyan ezen a földi pályafutásunkon áthaladva, az ő szenvedéseiből is tudunk részesülni úgy, hogy megmaradunk közben a hitben, abban a hitben, hogy örökségünk az Isten dicsősége ugyanaz a dicsőség, ami Jézus Krisztusé lett. Döbbenetes ez, ha belegondolsz, hogy nekünk mi az elhívásunk. Messze nem csak arról van szó, hogy ja, és csak ott most idézi hogy ja, jó van azért, ott fent már majd jobb lesz, meg, meg jaj, de jó, hogy már itt nem lesz, és majd ott fönt azért kicsit is mégiscsak örök élet lesz, és már nem lesz halál, jaj, de jó lesz és az Úr is ott lesz, jaj, de jó lesz, de ez jó lesz. <laughs> Ezért mondtam, hogy a csakot idézőlbe teszem, ez, ez jó lesz, ez tény. De, de ez Isten ajándék a szeretete, jósága, döntése, határozata velünk kapcsolatban messze, 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 messze sokkal több mindennél. János evangéliumban Jézus beszélgetett az emberkékkel, János evangélium 5. részében, 44-es versben azt mondja nekik, hát mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek csak dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, azt nem keresitek. Ámen. Tehát ugye most amiről beszélek, arra lehetne mondani, meg sokan mondják is, hogy hát ez bűn, amit én beszélek. Tehát, hogy lehet ilyeneket mondani, ez Isten káromlás. Hogy hogy, hogy, hogy nem csak az isteni minden dicsőség. De hát itt azt mondja Jézus, hogy aki nem keresi azt a dicsőséget, amit az Isten neki adott, az nem fogja megtalálni az örök életet. Az bűnt követ el. Az nem a helyes úton jár, annak a hite, csonka bonka, fogyatékos maradt nem ez az a hit amelyről beszél az Úr, hogy mit készített el ami számunkra. Azt mondja, hogy keresnünk kell ezt a dicsőséget. Ha behomályosult, a szemünk meg kell dörzsölni. Ha kilőttek ránk sok nyilvesszőt, és már teli vagyunk sebekkel, és már csak magunkat sajlágatjuk, akkor újra meg kell a szemünket dörzsölni, meg kell, hogy világosodjunk, tudatára kell, hogy ébredjünk újból, mert keresnünk kell. Keresnünk kell, hogy el veszítsük ezt a dicsőséget, amit mi megkaptunk. Ugyanezt megerősít a Róma beliekhez írt levél második része. Azt mondja a hatos verstől: aki Isten megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. És akkor figyelj: azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel. Amen. Hát figyeled, azok cselekszenek jól, és azoknak a cselekedetei számítanak majd az üdvösség szempontjából pozitívnak Isten előtt, aki keresik a dicsőséget, a tisztességet, mégpedig odafönt az örökkévalót a múlhatatlant, azt keresik. Nem az emberektől valót, nem ennek a világnak a dicsőségét, hanem az Istentől valót keresik, a romolhatatlant keresik, a koszorút, a koronát, a jutalmat, azt, amit Isten ad át az embernek. És akik ezt keresik, azoknak megfizet, azt mondja az Isten. Jót, jutalmat fog adni. Ezt jelenti hinni az Istenben. Hinni abban, hogy az Isten jó. Hinni abban, hogy az Isten ennyire nagyon jó. Filippi Beliekhez írt levél, ahol van, ma már olvastunk fel, a harmadik részből. Olvasom fel a 14-es verset. Azt mondja, hogy Pálapostól. Egyet cselekszem. Azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlve, célegyenest igyekszem. Mire? Az Istennek, a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívásának a jutalmára. Jutalmára. Amen. Jutalom, jutalom, jutalom. Tehát ugye sokszor úgy olvassuk csak ezt a verset, hogy igen, hát a rossz, azt magunk mögött vetjük, szuper, nézzünk előre, ott majd jó lesz, nagyon klafa, és akkor egyszer majd örök életünk lesz. Igen, így van, nagyon szuper ez, csak itt nincs vége. Jutalomról beszél. Arról beszél, hogy egy jutalmat kell, hogy kapjak. Ott föntről való jutalom. Aranyérem, kitüntetés, Előléptetés, ugye ez a szó azt is jelenti, hogy valakit előléptetnek, mint egy hivatali munkája során előléptetésben részesül. Ugye beszél az ige arról, hogy lesznek elsőkből utolsók, lesznek utolsókból elsők. Tehát arról van szó, hogy attól, hogy itt a világon milyen pozíciót töltött be az ember, akár a munkahelyén, hivatalban, akár a társadalomban, akár a mai felekezetekben. Lehet, hogy itt ő elsőnek számított, bármelyikben, amit most felsoroltam, de lehet, hogy odafent nem. Odafent nem az elsők közé fogják számítani. Sok utolsóból viszont, akiknek nem ennek a világnak a dicsősége volt a fontos, nem egy felekezetben elérhető ö, elismertség megszerzése volt a fontos, nem a lelkük. Ben elszenvedett kárnak valamilyen világi sikerrel történő bepótlása volt a fontos, hanem az ott, föntről való és megkapott elhívásunknak a jutalma. Jutalma. Tehát arra buzdít téged az ige, hogy nyugodtan vágyjál arra, és kívánjad azt, hogy megjutalmazzon tégedet, az Isten odafent. És ezt a jutalmat átvegyed. És nyugodtan, bátran éljél abban az örömben, hogy neked van ilyen jutalmad. Már van az Istentől, ott van, ott vár rád, el van készítve. Csak azon múlik, hogy mikor veszed, az, hogy mikor mész odaföl. föl. Mi? Hát fölmentél, átveszed. Tiéd a jutalom. Egy Korintus 9, 24-es vers azt mondja. Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindannyian futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Amen. Tehát mi itt a földi pályafutásunk során futunk ezen a versenypályán. Ez miatt Ugye írja az ige, hogy maga tűrtetők vagyunk. Meg tudjuk tartóztatni magunkat, hogy nem folyunk bele ennek a világnak a bűnös élvezetébe. Hanem csak annak örülünk és azt élvezzük itt, amit Isten megad nekünk. De azt írja, hogy szép-szép ez a versenypályán való futás, de az egésznek egyetlen egy dolog adja meg az értelmét, a jutalom ugyanúgy, mint a sportolóknál. Azért tudnak, hogy megszerezzék a díjat. Nekik erről szól az egész. Hát nekünk is azt mondja itt az ige, hogy erről szóljon az egész. Hogy akarjuk átvenni azt a díjat, keressük, hogy mikor lesz az, vágyjuk azt, és a jutalom lebegjen a szemünk előtt. Ez ugyanaz a korona, amit pálapostól a filippi beliekhez írt levélben, a börtönben leírt Timóteusnak. Ez a jutalom, ez ugyanaz. A korona, a koszorú, az előléptetés. Isten adja meg ezt mi nekünk. Kettő tesszalonika beliekhez írt levél. A második rész, 14-es vers azt mondja. Figyelj! Amire elhívott titeket, ami evangéliumunk által, most figyelj, ami Urunk, Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. Amen. Tehát milyen dicsőséget kell, hogy elvegyél? Jézus Krisztusét. Amit Jézus Krisztus megkapott, azt kell, hogy te majd átvedd, elvedd. Nem akármilyen dicsőség ez, az atya Jézus Krisztust olyan dicsőséggel ajándékozta meg, amely dicsőség mindenek fölött áll. Mindenek fölött áll. Minden név, minden térd meghajor hajor rá, és egyetlen név nem veheti fel a versenyt, hogy Jézus Krisztus neve milyen jól cseng az örökké valóságban, a múlhatatlan világban. Ugye ez a dicsőség szó azt is jelenti, hogy hírnév. Valakinek valamilyen híre van, valamilyen hírneve van. Jézus Krisztusnak olyan neve van, olyan hírneve van, hogy őt mindenki ismeri, és mindenki tudja, hogy ha, hát az, hó, hát az, 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 az egyszerűen fantasztikus. Ezt a dicsőséget kell, hogy te átvegyed, ebből fogsz részesülni, azért, mert hiszel Jézus Krisztusban, és itt a Földön kitartasz ebben a hitben, hogy neked ő a megváltód, és te erre lettél elhívva, hogy téged ő ugyanúgy megdicsérjen, mint ahogy őt az Atya megdicsérte nem akármilyen dicsőség, és hírnév, és felemeltetés, amit kaptunk. Róma beliekhez írt levél 5. rész, és a második vers azt mondja. Aki által van a menetelünk hídben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. És dicsekedünk, az Isten dicsőségének reménységében. Amen. Mi a reménység? Az egy várakozás. Akiben nincs remény, abban is van várakozás, az rossz dolgot vár. Abban valami olyas ér a lelkében, hogy valami rossz fog történni, valami baj fog érni, á, nekem az úgyse fog sikerülni, á, én úgyis el fogok bukni, á, ez nem fog összejönni, Á, ah, én meg fogok halni, én el fogok kárhozni, nem tudom, lehet sorolni egy csomó dolgot. Ez mind negatív várakozás. Ez a reménységnek az ellentéte. A reménység az pozitív várakozás, és itt azt mondja, hogy a mi várakozásunk az az, hogy az Istennek a dicsősége lesz a mi számunkra megadva. Ez az Isten dicsőségének a reménysége részesülni fogunk az Isten dicsőségében, az lesz ránk téve majd, mint koszorú, mint korona. Megnéztek ilyen középkori festményeket, ott mindig az van, hogy akit ilyen megdicsőült, ilyen, ilyen, ilyen elvont szentnek, ilyen felfoghatatlanul tisztának és nagynak akarnak ábrázolni, az egy kicsit ilyen idétlen testtartásban tartózkodik éppen a festményen, és oda van fölé rajzolva egy ilyen korona vagy koszorú. Hát Majdnem erről van szó. A kép az sajnos általában sosem szokta tudni visszaadni azt, amiről igazán szó van, de a fejünkre lesz téve, valóságosan a fejünkre lesz téve, ott lesz rajtunk, valóban látható lesz rajtunk, és ez mindig a miénk, mindig a mi tartozékunk része lesz, hogy mi királyok, megkoszorúzottak, olimpiai bajnokok, sportgyőztesek vagyunk, előléptetett vagyunk, és az Isten ilyen nagyra és magasra emelt bennünket. Egy Péter, öt, négyes vers azt mondja. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Ámen. Tehát látod, nem belemagyarázom, hanem azt mondja, hogy te, meg én, mirőlunk beszél. Mikor megjelenik a főpásztor, vagyis amikor megtörténik, hogy mi kimentünk ebből a világból, akkor a dicsőségnek egy hervadhatatlan, múlhatatlan, megrobolhatatlan koronáját, koszorúját fogjuk átvenni. Dicsőségnek a koronája lesz rajtunk. Jó hírünk lesz, nagy hírünk lesz, hírnevünk lesz, híresek leszünk, Istenről leszünk híresek. Istenről leszünk híresek. Isten tesz bennünket híressé. 1 Korintus 9.25 Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlan. Amen. Ez az, amire az előbb utaltam. Hogyha megtartóztatod magad, az ez miatt kell, hogy történjen, mert ez adja meg az egésznek az értékét. És 26-os vers. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodok, mint aki nem levegőt vagdos. Amen. Tehát figyeled, eltűnik a hit életből a bizonytalanság. Hát ugye lehet küzdeni a hitéletben azzal, hogy jó, hát hiszek, de aztán meg olyan gyorsan eltok bizonytalad, most tényleg így van, tényleg nem, meg most akkor ez történt velem, akkor tényleg szeret az Úr, tényleg nem, Na jó van, de most beteg lettem, most nyavaja támadott meg, most nem sikerült valami, most kirúgtak, most elvesztettem mindenem, most kiderült, hogy azt szerint én gonosz vagyok, és elbizonytalanodik az ember. Mi a válasz rá? Akkor nem bizonytalanodik el a hit az emberben, ha ott van a romolhatatlan koszorúnak a képe, és a bizonyossága, és a hit ebben a jutalomban, hogy az az én osztályrészem. Mert mit mondtunk az elején? Történhet velem itt a földön bármi. Állíthatod te, hogy én ennek és annak nem felelek meg. Mutathatják a körülmények is azt, hogy én ennek annak nem felelek meg, és ezért az én sorsom nem lesz jó. De én Örökség szerint már megkaptam ezt a koszorút, ezt a jutalmat. Mondhatsz bármit itt velem kapcsolatban, történhet bármi itt velem kapcsolatban, nem másítja meg azt, hogy van egy koszorú a számomra, egy jutalom, egy romolhatatlan, ott fönt a magasságban, és akkor visszajön a főpásztor, a fejemre fogja tenni, és mindenki látni fogja, hogy nem úgy van, ahogy mondták rólam. Nem igazak a hazugságok, a krámkilőt nyilak nem tudtak elpusztítani, tönkretenni. Én élek, feltámadtam, jól vagyok, mindenem megvan, áldott vagyok. Mert az Isten adta meg nekem ezt a dicsőséget, nem pedig én hoztam az létre magamnak. Biztonság. Tehát akarjuk-e, hogy a hitünk biztos talapzaton kimozdíthatatlan legyen, ahhoz ezre a jutalomra irányuló tekintet kell. Erre a koronára, ami Istentől való dicsőség a számunkra, erre irányuló odafigyelés kell, ennek a látványa kell, hogy éljen bennem ebben kell élnem, ennek a tudatára kell ráébrednem, hogy ez a valóság, ez a jövőm, ez a sorsom, nincs mitől félnem ide lent, semmitől nem kell ide lent félnem, akkor meg lesz a biztonságérzet. Jakab levele első rész. Tizenkettes vers. Azt mondja. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart. Mert miután megpróbáltatott, mi lesz? Elveszi az élet koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Tehát igenis, van ilyen korona. Meg fogod kapni, a kísértésben kell csak kitartanod. Nem kell feladnod, nem szabad feladnod a hitedet. A hitedet a koronában, a jutalomban. Maradj meg ebben és át fogod venni. Soha nem jelenti azt, semmilyen kísértés, hogy neked nincs meg a jutalmad, hogy neked nincs meg a koronád, hogy nem azzal vár téged odafent, a, odafent téged a te megváltód, Jézus Krisztus, az Atya szerelmes fia. Na nézzünk egy igét. Márk Evangélium 16. részében a 17-es vers Jézus eltávozásakor, ugye hangzik ez el az evangélium legvégén, azt mondja, azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat üznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, nem árt meg nekik, betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Ámen. Amen. Tehát ezek az ígéretek, hogy rajtunk keresztül csodák tudnak történni, ez így adatik meg, ha az Isten dicsőségében vetett, hitben és annak a tudatában élünk, hogy mi kaptunk ilyet az Istentől. És ez már most, ez a dicsőség itt van jelen az életünkben. Benne él, a szívünkben körülöttünk van, mint öltözet, mint köpeny rajtunk van, és beborít bennünket, körülvesz minket, megőriz, megoltalmaz minket, ezért van az, hogy ha megmar minket a kígyó, az sem árt nekünk. Ki a kígyó? A sátán. Bármilyen eszközzel, módon maris meg bennünket ebben a világban, akkor sem tud ártani nekünk az a kígyó méreg. A lelkünk nem fog kárt vallani, nem tudja a lelkünk bizonyos részeit, érzelmeinket elpusztítani, tönkretenni, nem tud bennünket a hitünktől elszakítani mert az Isten dicsősége van rajtunk, és mi ebben hiszünk, és az megoltalmaz, és megvéd bennünket. Csak ez őriz meg, csak ez oltalmaz meg, csak ez véd meg bennünket. Enélkül védtelenek vagyunk, mezítelenek vagyunk, kiszolgáltatottak vagyunk. Ezt nem szabad megengedni. Egy Timóteus, kettő. 12-es vers azt mondja. A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Amen. Ezt most csak azért olvasom mert fel, mert látszalagban, hogy kerül ez ide, mert hogy akár megnézed az Ószövetségben az élt egy bibliai személy, akit Jézabelnek hívtak, Akháb király felesége, ugye? Az ő első számú tevékenysége az az volt, hogy azokat az embereket, akiknek az életében ott volt, jelen az Istennek ez a dicsősége. Tehát az Isten az ő dicsőségét rájuk helyezte, mint például Illés proféta. Ezeket a személyeket üldözte és akarta elpusztítani, és egész élete összes tevékenysége ennek a Jézabel nevezetű bibliai személynek erről szólt. És itt van ez a szellemiség ma is ebben a világban, és amikor férfiaktól elvitatják az ő férfiasságuk kapcsán Istentől nekik ajándékozott dicsőséget, tisztességet, akkor az mögött ugyanez a gonosz erő van, amely valójában az Isten dicsőségét akarja elpusztítani az embernek az életében, amely embernek az Isten oda helyezte az ő dicsőségét az életébe. Erről szól ez, és erről szól ez a mai világ. Ez van a feminizmus mozgalma mögött. Példának okáért. És érhetnek ilyenek téged a mindennapi életben, amikor olyan események történnek, vagy úgy beszélnek rólad a hátad mögött, amely, mi, amely beszédnek minden egyes szavának az a lényege, és azért van kimondva valamilyen gonosz szellem által, hogy tégedet az Isten dicsőségébe vetett hitből mozdítsanak ki, és beszéljenek ki. Tégedet. Hát így tartozik ez ide. Ezek ilyen nyílzáporok. Ugye a Biblia sokszor hasonlítja a nyelv által kimondott szavakat nyílhoz, nyíl veszőhöz, nyíl záport lehet zúdítani emberek életére, azoknak elpusztítására, gonosz, rossz indulatú, plegyka, beszédek, kitalált beszédek, hazug beszédek, rossz akaratú beszédek, kárhoztatás, vádlások által. Így kerül ez ide. Az egésznek az a célja, hogy téged elszakítson attól a világosságtól, ami a megdörzsölt szemeidben ott kellene, hogy legyen, és kell is, hogy legyen, és legyen is, hogy van jutalmad Istentől. Igen is van. Ezt Isten adta meg, ezt a dicsőséget a te számodra. És akkor talán lehet, hogy ez lesz az utolsó szakasz, amit felolvasok. Egy Péter egy, és itt több verset is felolvasok. A hármas verstől azt mondja, áldott az Isten, és ami Urunk, Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket, élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Méghozzá romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre amely a mennyben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, amelyben örvendeztek, noha most kisé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb, a veszendő, de tűz által próbált aranynál, igyej, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Amen. Amen. Tehát az egész próbatételes szakasz, hogy te min keresztül, milyen támadások érnek, az érzelmi hullámvölgyek, hogy csap borítanak el téged, mind, mind, mind egyről szól hogy elszakítsanak téged attól, amitől nem lehet. <laughs> amitől nem lehet, dicséretre, tisztességre, dicsőségre méltónak fog találtatni a Jézus Krisztus megjelenésekor a te hited, amely megpróbáltatott. Ezért van az, hogy örülünk, és boldogok vagyunk a kísértések, a próbatételek közepette, mert olyan dicsőségnek vagyunk a részesei, amely Ből nem lehet bennünket se kibeszélni, se elvenni tőlünk nem lehet, se megváltoztatni, se visszacsinálni, se megfosztani minket attól. Nem lehet. Istentől van ez megadva ami számunkra. Kolosse 1.12. Hálákat adva az atyának, aki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre, a világosságban. Amen. Tehát részt veszünk a Szentek örökségében. Tagjai vagyunk annak a társaságnak, akik elő lettek léptetve, hivatalba lettek helyezve, a hírnevük örökre csorbíthatatlan. Tagja vagyunk egy ilyen társaságnak, akikre korona lett téve, jogosan töltenek be tisztséget a mennyben. Egy ilyen társaságnak vagyunk mi a tagjai akik Istentől megkapták az Istennek a dicsőségét. És mi ebben forgolódunk, ebben járunk, itt a világban is. Ebben élünk, ebben forgolódunk, ebben járunk. Világosságban. Mert nem engedjük, hogy ennek a látását, a világosságát ez a világ elvegye tőlünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.